Azt gondolom, hogy mérföldkő volt a tavalyi rendezvény. Egyrészt a látogatószám is kiemelkedő volt, másrészt pedig a lelkesedés, ami jellemezte a résztvevőket. Azt gondolom, hogy eléggé egyedülálló, hogy egy endodonciai, tehát gyökérkezeléssel kapcsolatos kongresszuson még délután 6-kor is 300 fős tömegű jön bent. Ez nyilván azt mutatja, hogy valami megváltozott, valamiképpen sikerült ráéreznünk a tartalmi pulzusára, úgymond ennek az eseménynek, ennek a rendezvénynek. És ez pedig a következő volt. Ha meg kellene fogalmazni azt, hogy mi az a gondolati ív, ami összefűzi például az esztétikai fogászati kongresszus három napját, akkor a következőképpen tudnám ezt megfogalmazni. Sokat gondolkodtam, amikor ez a kérdés ugye boncolgatásra került, hiszen a gondolati ív nélkül mit sem ér egy ilyen rendezvény, csak egymásra lapátolt előadások random halmazáról lenne szó. Azt gondolom, hogy a mai világ fogászata olyan sok információt hoz, annyit változik. Nehéz adaptálódni ehhez, nagyon sokat kell tanulni, és lassan az ember elveszhet talán a részletekben. Én arra kérem majd az előadóinkat, hogy abba engedjenek betekintést, hogyan működnek a fogaskerekek az ő fejükben. Azt gondolom, hogy nagyon nagy fegyvertény lenne, hogyha megnyerhetnénk előadónak dr. Jan Hajtót. Ő az esztétikai fogászat egyik kiemelkedő, kimagasló személyisége. Valamilyen hihetetlen dolgot vitt véghez, amikor az Anteriores című könyvet megalkotta, amelyben egyfajta mosolyatlaszt hozott létre, ami nagyon nagy segítséget ad egyrészt a fogorvosnak és páciensének, amikor azt választják ki, hogy hogyan és miképpen célozzák meg azt a vágyott formát, azt a vágyott mosolyt, amit a páciens elképzelt magának. A tavalyi egyik előadónk, Jason Smithson, vélhetőleg ismét el fog jönni. Ő a direkt restaurációk egyik elismert embere, nagyon sok minden van még a tarsolyában, rendkívül jó lenne, hogyha őt is itt üdvözölhetnénk, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bízom abban, hogy a szombati nap az egyéb meglepetés előadókat is tartogathat, akik nem csak úgymond a frontfog esztétika területén tették le a voksukat, hanem a komplex betegellátás terén is, tehát reményeim szerint összetett munkákat fogunk tőlük látni, amelyek komoly átgondolást igényelnek.